Augusztus 9-én éjszaka ezen a lakótelepen rabolt ki a háromfős társaság két tinédzserkorút. Mobiltelefonjaikat és készpénzüket vették el tőlük, majd amikor később a sértettek utánuk eredtek, hogy visszaszerezzék értékeiket, az elkövetők késsel fenyegették meg őket, majd elmenekültek a Kégő-György utcán keresztül a Budai út felé. Az akkor szolgálatot teljesítő rendőrök még aznap éjszaka a társaság két tagját elfogták, harmadik társuk azonban elmenekült. Kiderült, hogy házi őrizet ideje alatt követte el ezt a rablás bűncselekményt, és amikor a rendőröknek sikerült beazonosítani a személyét, akkor ki is mentek a lakcímére, hogy ellenőrizzék, hogy otthon van-e, de nem tartózkodott otthon. Ismételten megtörtént a lakcímnek az ellenőrzése, de továbbra sem találták otthon a lakásában ezt a fiatalembert, és ezt követően lett kiadva az ő körözése. Körözést adtak ki a 17 éves fiú ellen, aki nem sokkal az eset után meg is lett. Múlt hét pénteken itt a József utcai ügyeletes gyógyszertár előtt fogták el a járókelők szeme láttára. Csak arra lettünk figyelmesek, hogy itt egy fiatal embert négy rendőr, ilyen nyomozókfélék lefogták, és akkor szirénázva jött két rendőrautó. Mást én nem tudok. Innen elvitték, elszállították. A városi kapitányság nyomozója épp az eset körülményeit magyarázza. Hazafelé tartott a szolgálatból egyik társával, mikor gyanús lett neki egy az Ősz utcában sétáló fiú. A gyanúsított személy után futottunk, akit megpróbáltunk igazoltatni, azonban az igazoltatásnak nem tett eleget, és ezért testi kényszert kellett alkalmaznunk, amely során lekerült a földre, lebirkóztuk, de még ekkor is megpróbált ellenállni elég hevesen, valamint adatait hamisan adta meg. A három elkövető közül kettő előzetes letartóztatásban van. Harmadik, 12 éves társuk elszámoltatása megtörtént, azonban életkora miatt nem büntethető.